Tavaly a mákos bejeglivel, idén pedig a diós bejeglivel, sőt most idén aranyérmet sikerült elérni az év bejegléje választáson. Hogyan zajlott ez az egész? De maga a verseny, hogy hát benneveztem a versenyre, igazából nem gondoltam, hogy fogok vele aranyérmet nyerni, de nagyon igyekeztem, hogy jót készítsek, és aztán nagy öröm volt, amikor megkaptam az aranyserleget. Ugye már tavaly is beszéltünk erről, hogy a Mákos mellett a Diósat is megpróbálná. Mi lehet a titka annak, hogy, hogy ezúttal ugye aranyérmet nyert, tavaly pedig ez Hát én nagyon igyekeztem, hogy, hogy jó minőségű alapanyagból készítsem, és hogy, és hogy maga a, a titka szerintem a, a, jó beiglének az egyszerűség, hogy a, a dió az, az dió legyen, jó ízű diót választottam, Ennyi. Jó, finom ízesítés. Honnan származik egyébként ez a dió, ami bekerült ebbe az, az évbe, Magyarországról származik, egy termelőtől veszem már évek óta, úgyhogy nagyon jó minőségű diót választunk. Mondom, hogy ilyenkor a, megnő a kereslet a, erre a bizonyos begdire Az ország több részéből is keresték emiatt? Igen, hála Istennek nagyon, nagyon sokan megkerestek telefonon, úgyhogy ilyen csomagküldő szolgálattal fogom eljutatni nekik a beiglit. Milyen beigliket lehet vásárolni hogyha valaki betér ide az az a cukrászába? A mákos beiglit, diós beiglit, szilvás beiglit, marcipánost, megyeset, ilyen ínyenségeket készítünk. Mi az, ami szezonális még ilyenkor karácsony előtt? Mit készítenek még? Szatmári Szilva lekváros kiflit készítünk, diós kiflit készítünk, ezek is nagyon népszerűek, és ezek a házi jellegű sütemények, amiket nagyon keresik. A receptjét, hogyha elkérhetnénk ennek a begnek, hogy mennyire titkos egyáltalán ez a, ez a recept? Nem, nem titkos a recept, az alapja az egy pozsonyi tészta, és a dióba a dió, a méz, a citromhéj és a vanília, ami ízesítésnek benne van. Tehát nincs benne külön semmilyen fűszer, vagy bármi olyasmi, amitől ez a többi fölé emelni, ha egyszerűen a jó alapanyagok és a gondosság. Pontosan, igen, igen az. Ugye minden évben ilyenkor karácsony tájékán, talán nagyobb a forgalma cukrázában, mint, mint az év másik szakában. Ez a legmunkásabb időszak? Igen, ez az adventi időszak, ez már nagyon zsúfolt, úgyhogy folyamatosan készítjük a megrendeléseket. Ugye a Begdi azért is különlegesen népszerű ilyenkor, hiszen nagyon sokáig eláll. Meddig tartható el egy Begdi? Három hétig lehet eltartani, amikor még izletes, puha, utána is el lehet, csak akkor már nem biztos, hogy megtartja azt a puhatá, puhaságát. Hol juthatnak hozzá az emberek a Begréhez? Itt Kesztölcsön több helyen is, vagy esetleg máshol is a környéken? Igen, Kesztölcsön két üzletünk van, ott megtalálhatják, és Nyerges új itt Nagyon szépen köszönöm, és gratulálok az elismeréshez. köszönöm, köszönöm szépen.